Ez a hirtelen stressz tönkretette, megfagyasztotta, tehát itt fagy tünetek vannak a levélen. Ezt a 30 hektáros kecskeméti gyümölcsös sem kímélte a fagy. A barackfákon a terméskezdemények megfáztak, jól láthatóan szürkülnek, feketednek a ma reggeli havazás miatt. Kujáni László őstermelő híradónknak arról beszélt, emlékei szerint 1978-ban volt utoljára ilyen, hogy április közepén havazott, és elpusztult a termés jelentős része. Mint mondja, próbálnak védekezni stresszoldó szerekkel, de ha a következő napokban is -2 fok lesz, akkor valószínű, hogy idén is nagy lesz a kár. Eddig én körülbelül egy olyan 50%-os termés kiesést regisztráltam, hogyha most következő pár nap, még jövő hét fagyos lesz, akár 100%-os termés kiesés is lehet. Emellett az extrém téli hideg sem kímélte a növényeket. A másik nagy probléma, amit most az utóbbi napokban láttunk a növényeinken, hogy a -25-27 fokba megfagytak a fáknak az edényalábjai, szépen kihajtottak, kivirágoztak, most, hogy hajtás növekedés elindult volna, most adták meg magukat a fák, pusztulnak el. A szőlő ültetvényeken még rosszabb a helyzet, ugyanis a növény hajtásai csupán -0,5 fokot bírnak ki. Kujáni László hozzátette, az elmúlt években nagyon alacsony volt a gyümölcs felvásárlási ára, emiatt a termelők nem tudtak elegendő tőkét gyűjteni, hogy egy-egy rossz évet átvészeljenek. A szakember szerint félő, hogy ha most is nagy fagykárok lesznek, megindul az ültetvények kivágása.